Egy évvel ezelőtt szomorú időszakon volt túlibrány, miután 2018. decemberében elhunyt a város előző polgármestere Berencsi Béla. A tragikus eset után időközi polgármester választást írtak ki. Márciusban pedig a függetlenként induló Trencsényi Imre vette át a város irányítását, amelyet aztán később az októberi választásokon is sikerült megtartania. Ibrány a fejlesztéseket illetően sikeres évet zárt, hiszen közel 1 milliárd forint pályázati forrásnak köszönhetően az úthálózatot és a turizmust is sikerült fejleszteni. Amelyik fejlesztéseken már túl vagyunk és átadásra kerültek, ugye itt említhetem a kerékpárút átadását, illetve a körforgalom átadását. Ezek azok a fejlesztések, amelyeket itt egymással párhuzamosan készültek, egymással összehangolva valósultak meg, és az átadást is egymáshoz kötöttük. Ezek nagyon fontos és nagyon várt beruházások voltak Ibrányban, hiszen sokkal biztonságosabbá tették itt a közlekedést Ibrányon belül is, és az Ibrányon történő átutazást is Tokaj irányába. Fontos és nagyon várt elem még a tiszapoharti üdülőterület fejlesztése. A régi úttörőtáborunkat újítjuk fel a megyei turisztikai projekt keretében. Itt egy közösségi szintén kerül kialakításra közel 50 millió forint értékben. A Zöldváros projekt és a Szociális Város Rehabilitációs Programban megvalósuló fejlesztések, beruházások 2020-ban valósulhatnak meg Ibrányban. A város vezetésének legfőbb célja az, hogy a jövőben is fenntartsa az intézmények stabil és hatékony működését. Önkormányzati bérlakások épülnek annak érdekében, hogy helyben tartsák a fiatalokat, és dolgoznak azon, hogy szemléletváltás történjen a mezőgazdaság és az étkeztetés területén. Kiemelt célként tekintünk még az öko-biogazdálkodás beindítására itt Ibrányban. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink minél egészségesebb étellel táplálkozzanak. Éppen ezért a hagyományos intenzív gazdálkodást szeretnénk egy bio gazdálkodásra átváltani, és ezt a fokozatosság elvét követve persze minél egészségesebb alapanyagokból szeretnénk ellátni mind az iskola konyháját, mind pedig természetesen külső piacra is szeretnénk termelni. Kiemelt feladatként tekintünk az otthonteremtésre, illetve a munkahelyteremtésre. Úgyhogy ezeket a szegmenseket kívánjuk magunk előtt vinni, és minél több munkahelyet teremteni, ezzel összefüggésben pedig minél több lakást teremteni a fiataloknak, és ezzel is növelve, illetve megtartva Ibrány népesség megtartó erejét, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal érdeklődik a településünk iránt. Ibrány a rendezvényeket illetően is eredményes évet zárt. A városban rendezték meg például a megyei vadásznapot. Nagy sikernek örvendett továbbá a református családi nap, illetve az országos tanoda olimpia is.